Reform jellegű az új törvény, emelte ki Alexander Antic. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, a jogszabálya Szerbia elsőként alkalmazná a térségben az EU energetikai előírásait teljes egészében. Az ország komoly befektetési időszak előtt áll, több beruházó is érdeklődik a befektetési lehetőségek iránt, az energetikai szektorban, az Egyesült Államokból, az Európai Unióból és Oroszországból, fogalmazott a tárcavezető. Egyebek mellett új hőerőmű kiépítését tervezik Kosztolacban és Tavályban is. A megújuló erőforrások kiaknázását pedig nagyobb mértékben támogatná az állam a közeljövőben. Az elképzelések szerint 2020-ig az elektromos áram 27%-át, megújuló forrásokból állítanák elő Szerbiában.

Implementacija trećeg mera uh, trećeg paketa energetskih direktiva uh, otvara bilo kakav prostor za malverzaciju. Jednostavno mislim da vam ta formulacija nije baš uh, najsrećnije nice izrečena i pretpostavljam da da tako niste suštinski niste ni mislili. A szociálisan hátrányos helyzetű felhasználók támogatására 700 millió dinárt különi térek majd el. havonta 120-tól 240 kWh áramot, illetve meghatározott mennyiségű földgázt kapna ingyen az a fogyasztó, aki nem tudja fizetni számláit.